A 20 évvel ezelőtt alakult Székely Nemzeti Tanács 8 évvel ezelőtt háromszék legmagasabb pontján, az 1777 méter magas lakóca csúcson gyújtotta meg először a Székely őrtüzet. A cél az volt, hogy Székelyföld mintegy 750 km hosszúságú határvonalán kilométerenként gyújjanak őrtüzek, amelyek a Székely autonómia törekvéseket jelképezik. Nem csak azért fontos ez az alkalom, hogy megemlékezzünk a Székely autonómiáról, annak a törekvésnek a fontosságáról, és arról, hogy nekünk magyaroknak milyen fontos az, hogy a trianoni békediktátum után a határainkon kívül rekedt nemzettestvéreinknek a jogai, azok teljes körűek legyenek. Nem csak azért fontos, mert el sem tudjuk képzelni, milyen nehéz lehet az elmúlt, mintegy 103 esztendőben azoknak, akik őrzik a magyarságukat, őrzik a nemzethez való tartozásukat, és az anyanemzet részéről bizony nem mindig kaptak megfelelő támogatást. De az őrtűzgyújtással kifejezzük, hogy az autonómia törekvések a magyar nemzeti kisebbségeknek is fontosak az egész Európai Unióban, de különösen ott, ahol a világban magyarok élnek, és ezek a kisebbségek, a magyar kisebbség is összetart egymással, és más nemzeti kisebbségeknek a jogaiért is ugyanúgy küzdenek. Országszerte, de határon túli településeken is sokan gyűltek össze, hogy megrakják, majd őrizzék a Székely autonómia tüzét. A karcagi nagykungazdakör a kezdetektől az őrtűz kezdeményezés mellé állt, és a Székely Nemzeti Tanács ajánlásának megfelelően idén is október utolsó vasárnapján mágiát rakott a bengecsegi kilátónál. Ezért vagyunk mi együtt most. Azért, hogy együtt gondolkodjunk, együtt imádkozzunk, őrtüzet gyújtsunk, hogy a 143 székely önkormányzat vágya, azaz, hogy közigazgatási egységbe tartozzon, kulturális autonómiában élhessen, megvalósulhasson. Békesség Istentől, mondom és kívánom, nem is elsőrenden magunknak, hanem a két évtized múltán is látszólag meddő vitát folytató székely testvéreinknek. Együtt gondolkodásunknak és imádságunknak az alapja a Szentírásból lesz véve, Római Levél 8. fejezet, válogatott versek. Mit szóljunk ehhez? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Diadalmaskodunk ő általa, aki szeret minket. És biztos vagyok abban, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem jövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, semmiféle más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, mely a Krisztus Jézusban, ami Urunkban megvan. A hivatalos román politikai, legyen bármilyen összetételű is a bukaresti kormányzat, sorozatban lesöpri az asztalról a székely autonómiára vonatkozó javaslatokat. A román közvélemény több mint 70%-a rossznak tartja, hogy a több magyarság önrendelkezési régióban éljen, viszont a román lakosság kicsivel több mint 7%-a véli úgy, hogy a székely autonómia jó dolog, nem sértené Románia területi egységét.